Alapjába véve én úgy nőttem föl, hogy édesapám és édesanyám között egy tökéletes házasság volt, úgyhogy én azt láttam, hogy van két szerető ember, akik a szüleim, egy anyuka és egy apuka, és ők mindenhova együtt mennek. Kisgyerekkoromban különböző mintáim voltak a házasságról. A jó közé tartozott a nagyszüleim házassága, akik egymásnak ágyba vitték reggel a kávét, ott megtejszínhabozták, egymásnak bókoltak, néha a kis kávés tejszínhabból nekem is adtak, hogyha ott aludtam, szóval ez nagyon habos-babos emlék volt. Gyerekkoromban azt gondoltam, hogy Vajknak fogják hívni a férjemet, hiszen az óvodában volt egy Vajk nevű csoporttársam, és körülbelül ilyen 5 éves korunkban megbeszéltük, hogy 21 éves korunkban, hogyha éppen nem lesz akkor szerelmünk, akkor mi össze fogunk házasodni. Hát nem jött össze. Nem tudom, hogy azóta Vajk házas-e, nem tudom. Kisfiúként, gyerekként sokkal jobban foglalkoztatott az, hogy mit fog játszani a hétvégén a Manchester United, nyere a Ferrari egy jó kis futamot a Forma 1-ben. Az, hogy kit hogyan kérek meg, hát nem nagyon jutott eszembe. Ehhez képest azért aztán, amikor sorra került ez a dolog, akkor nagyon romantikus akartam lenni, ami nem sikerült 100%-osan, mert konkrétan a gyűrűt azt kihozta a postás hozzánk, és a mennyasszonyom vette át. És akkor nagyjából rájött, hogy mit tartalmazhat a csomag, de megpróbálta nem elárulni nekem, én pedig megpróbáltam leplezni ezt az egyébként teljesen nyilvánvaló titkok. Édesanyám oda kísért az oltárhoz, akkor átölelt, és annyit mondott, hogy Gergőke, most már ti ketten vagytok egy család. És nekem ez a mondat volt a legfontosabb, hogy innentől kezdve van egy olyan nő az életemben, akiért én felelősséget tartozom, és nincsen kihágás, nincsenek nagy hibák, mert most már én felelősséget tartozom érte. Most már ő az én családom. A házasságban a legjobb az esküvő, a lagzi és a buli, szóval ezt mindenkinek ajánlom, érezze nagyon jól magát, azért már megéri. És utána pedig egy nagyon erős szövetség, ez egy jelzés, hogy tényleg komolyan veszed, és ezt a komolyan vételt, ezt a partnered felé kifejezed. Sokan kérdezik ezt tőlem, hogy amióta házas vagyok, változik-e valami, és általában ilyen viccesen kérdezik, hogy jaj, persze, biztos nem változott semmi, nagyon sok minden változott. Én már amikor először felkeltem feleségként, azt éreztem, hogy na, most már feleség vagyok, és akkor így nem tudom, így teljesen máshogy állok a férjemhez is, meg így az egész jövőképhez is máshogy állok, a családhoz is máshogy állok. Azért ez egy felelősség, de ez egy jó felelősség. Én szeretem a feleség szerepet. Jó érzés hazamenni és azt mondani, hogy szia kis feleségem. Szóval, hogy így ezek ilyen apróságok, de alapjában véve a mindennapok nem változtak. Érdemben szerintem nem sok minden változott azóta, hogy mi összeházasodtunk. Ugyanolyan hűségesek vagyunk, és ugyanolyan ragaszkodók egymáshoz. Viszont sokkal többször viszem el munkába a kedvesemet. Lehet azért is, mert azóta van autónk. A házasság szerintem egy csapat. Én most azt érzem, hogy szent és sértetetlen. Hogy nagyon sok barátom van, nagyon sok barátnőm van, de hogy így mégsem érzem azt a biztonságot, amit például a férjemtől megkapok. A hosszú házasságról én nem tudok nyilatkozni, mert még fél éve sem vagyok házas. A hosszú házasság titka az őszinteség és szerintem a játékosság. Mi nem akarunk felnőni a férjemmel. Persze vannak olyan szituációk, amikor felnőttként kell viselkedni, de mi például nagyon sokat nevetünk. Hogy nem telik el úgy nap, hogy ne nevettetnénk meg egymást. Ezért szerintem nálunk ez a titok. A hosszú házasság titka az, hogy a két olyan ember találja meg egymást, akik nem csak szerelmesek egymásba, hanem egyszerre a legjobb barátok is. Mert hogy a szerelem az én azt gondolom, hogy az évek folyamán egy hullámzó történet lesz, viszont a szeretet és a barátság meg kell, hogy maradjon, hogy folyamatosan életbe tartsa ezt a lángot, és emellett nagyon fontos, hogy legyenek közös célkitűzések. Ezek az apróságok azok, amik adják azt az eszenciát, amitől folyamatosan fent tud maradni a szerelem lángja, ergo hosszú távú tud lenni a házasság.